Sziasztok, itt Aticsász Briga, mi van a dobozon az első része? Az első részt a barátnőm, vagyis az asszonka támogatta, ezért van lehetőségünk kibontani egy ilyen boxot, illetve a szeptemberit is fogjuk támogatni még, az utána a levőket már mind én fogom saját költségből, úgyhogy, és ezáltal így mondhatjuk, hogy valamilyen szinten nem szponzorált tartalommal beszélünk, mert mi ilyen kis kicsiben nyomjuk az ipart. Na, azt kell, hogy mondjam más youtuberekhez képest, de nem is gond, szerintem így bensőségesebb a dolog. Úgyhogy ki fogjuk bontani az első lemboxunkat, illetve terveztem még egy dolgot majd. Arra gondoltam, hogy a szeptemberi után lehet, hogy megpróbálunk egy másikat is. Az kicsit olcsóbb. Akkor még beszélek erről a dobozról is, nyilván. Na, akkor beszéljünk erről a dobozról, hogy mi ez a dolog egyébként. Egyébként volt régen ez a Woodbox, Geekbox, meg mindenféle dobozok, amik külföldiek, és most már szerencsénkre van két magyar cég is, a Neon Ninja Box és a Landbox, akik ugyanilyen geek cuccokat adnak el, illetve loot boxokat csinálnak, és mindenféle tematika szerint. A júliusi az ilyen gamer cuccokról volt szó, az augusztusi pedig a sorozatról. Egyébként azért is vettem fel ezt a Game of Thrones-os polót is, hogy ilyen tematikájú maga a doboz az augusztusi sorozatokról lesz szó. Akik ugye sokat nézik az új és friss sorozatokat, lesz benne olasz bőven. Na, akkor kezdjük el kibontani a dobozt, nem is fecsérem a szabad, mert én is kíváncsi vagyok rá, úgyhogy kezdjük meg. Illetve mindegyik doboz, nem tudom, látjátok-e, 10.000 forint, mind a három, és akkor úgy van, mindenki, aki vesz, az nagyobb javarészt arra lesz dukálva, hogy elvileg klasszikot fog, de egyébként minden 20. az ritka, vagyis rare, amiben van egy plusz ajándék, a legendás meg valami baszó, valami nagyon drága cucról lesz szó, és ezt minden 300. ember lesz rá szerencsés, hogy megkapja. Úgyhogy legyetek 300. és akkor mákotok lesz, és kaptok egy nagyon-nagyon brett cucot. Na, akkor mondjuk is ki, és nézzünk, mi van a dobozban. Látjátok, ez kék. Ez klasszik. Na, akkor van mindenféle ilyen üzé benne. Kinyomkodom a kis üzé. Védő, ne is sérüljenek benne a cuccok. Na, akkor nézzük, hogy mit kaptunk. Olyat kaptam, amire őszintén nem számítottam, de ezt az animét ezt nagyon szeretem. De először nem az legyen, ebbe ezen a papíron rajta van, hogy melyik box, ennél tartunk jelen pillanatban. Az augusztusra az már 7. vagy 8. a romai szám szerint. Na akkor nézzük is, mindenki kap egy jó kis izét, energiaitalt, mert ugye ezzel állnak szerződésbe, szóval egy hell energiaital, strong focus, 250 millis izé, plusz 20% koffein, extra koffeines. Csipázzuk, szeretjük. Ezt a kudés rakom. Na, akkor ezt ide is rakom. Látjátok-e, ha is van írva extra koffein tartalom. Akkor kapunk egy süteményt. Süteményt kaptok. Ez egy, mi ez? Marlenka sütemény. Nem tudom, ez a cseh, vagy nem tudom, ez, milyen márka ez. De szép sütemény, úgyhogy lehet kap egy ilyen kis szép kis süteményt is, szóval megfelelzik az asszonnyal, illetve mindjárt mutatok meg egy-két dolgot, kaptuk egy ilyen crunch szeletet, protein bar, szóval akik gyúrnak, annak ez így passzentos dolog, egész jó cucc, biztos jó drága is, nem tudom, ilyen protein szeletet még egyszer se adtam, de most akkor ezt is kipróbáljuk. Protein szelet,
és azt viszont nem néztem, hogy milyen ízű. Akkor kaptok szilikon karkötőt, már is írva, hogy Lambox. Ez egy Csernobilás karkötő méghozzá, ide is írva, hogy 3,6 Radeon, vagy 3,6 röntgen. Igen, röntgen, 3,6 röntgen, és erre csak ennyi van nyilván írva. Másikra pedig a, ezért van ráírva, simán a Csernobil. Tessék, akkor látjátok-e? Akkor megmutatom mind a kettőt egyszerre. Azt a két karkötőt kapjátok, szilikon karkötőt, illetve kaptok egy jó kis pohár alátétet. Ezt lehet, hogy ki is bontjuk és meg is mutatom majd nektek. Ez egy Simpson családos sör vagy pohár alátét. Nagyon fasz, szerintem nagyon szeretem a Simpson családot, nézzetek, nagyjátok. Ez a négy van benne, ez a négy, és akkor majd csinálok róla a közeli képeket, és akkor majd azokat is közelről megvizslatjuk mindegyiket. Aha, van egy ilyen Flaming Wolves, vagy ilyen égő pia, van ugye Mo, van ez a Duff sör promóciós kép, ami rajta vannak a lányok, meg a Duff Beer Mo's, vagyis Duff sör Mo kocsmájába. Kaptuk egy itókát, egy aloe verás jam, aloe verás italt. Én ilyet még nem ittam, és ez, nem tudom, milyen ízű, ez alma, alma ízesítésű. Az, hogy úszkálnak benne az alma darabkák, de durva, figyeljétek. És úszkálnak benne az alma darabkák, érdekes egyébként, nagyon durva. Nem tudok már hova pakolni, annyi cucc van benne. Akkor menjünk sorba. Kaptok egy figurát. Ez minden mondom, milyen figura. Ez egy Funko Attack on Titan figura, szóval a tematikája elvileg Stranger Things, Attack on Titan meg ilyen anime tematika. Úgyhogy úgy látszik, rotálódik a doboz, mert mások mást kaptak. Stranger Things, néztem videókat, mások Stranger Things-est kaptak, én meg ezt kaptam, ezt a, amikor át van alakulva az Attack on Titan-be, ezével Titánnál van átalakulva a Chavez. És azt hiszem ez a Zizom Titán. Igen, ez a kolosszális Titán, ami az első évadban lerombolja az első falat. Ez pont az, tök jól néz ki, erős, hogy csinálok majd nektek közeliket, és akkor majd lássátok majd közelebbről is ezt a Funko figurát, ez az első Funkom, tök cuki. Bár ez eléggé hülyén vigyorog, és abban nem vigyorgott a izé. Aztán ezt az animét, amit el akarok kezdeni, ez pedig a My Hero Academy kulcstartó. Ezt használni fogom szerintem, ezt a kulcstartót, mert most is a kulcs tartomon van egy AC-s, meg egy... mi a másik? Nem mondom... AC Origins-es, meg egy izé van rajta. Mi az? Mindjárt mondom. Alien vs Predator, ja. Na, akkor kaptok ám még csomó mindent. Megmutatom a polót. Na, én pont nem ilyet akartam. Akkor mindjárt mutatom, van rajta egy Csernobiles póló, mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Hordani is fogom. Ez egy 2XL-es pólót rendeltem már, hogy én nem vagyok kis darab. Ez az akkor arról szól, hogy pont amikor mossák az utakat, ezek a kis maszkos figurák, pucolják az utat a mindenféle fertőtlenít összeerrel a sugárzás miatt. Egyébként jól néz ki, de nekem a másik az jobban tetszett, ami láttam, mert van még egy fajta, és tök jól néz ki, és az anyaga is tök jó. Olyan az anyaga, mint a most rajta van, az drónkarcos. Tök jó anyaga van, esküszöm. Olyan sejnyves, és ilyen vastag anyaga van, nagyon jó skacok. Ezt tudom nektek ajánlani. Na, akkor ezt... és hasonlítjuk a szavakat, mert még egy csomó minden van benne, amit fel is fogok rakni egyébként. Ez egy Stranger, és van benne Stranger Things, ez egy Things-es cucc.
Ez egy... nem tudom ki, egy Stranger Things-es Netflix-es matrica csomag. Rajta van ugye 11, ugye a Banda, a Csávó, Nancy, akkor ki van még rajta? Willis rajta van, ez azt hiszem, hogy izéről szól. Második évad talán? Azt hiszem. Nem, hülyeséget tudom. Nem, az kifejezetten az első évad. Aha. Első évad. De itt mindenféle utalás van, a Team Babe, Team Barb, rajta van Barb is, aki ugye eltűnik. Eleven az nem tudom mi. Érdekes, érdekes. Illetve benne van ez a, mi lesz az utolsó évadban, ez a szörny, ez a agyfalú, vagy mi a rák. Na, akkor kaptok egy ilyen... Akkor kaptok egy ilyen Barcraftos társasjáték kupont egy fő részére ingyenes társasjáték használat. Egy jó van, de én sajnos nem vagyok pesti, úgyhogy ezt én nem tudom elhasználni. Aztán kaptok még a dobozba, aki rendel, az kap egy kuponkódot. Ez jó, bocsi, gyűjtöm őket és Márcs kivágta a kuponkódot konkrétan. Ez egy gamer kiegészítőkre a Gamer Zone oldalán egy ilyen 5%-os. Ja. 5%-os kupon, de ezek szerint csak úgy, hogyha bemész a boltba és csak ott. Akkor van még egy, ez is kuponkód, ez 10.000 forint feletti vásárlás esetén 500 forint, ez is, ez a Geekhub-ba. Ilyen kuponkód, illetve van egy, még egy kuponkód, az pedig 5000 forint asztalai számítógépekre, ez is a gamezone.hu-nál bevállítani. Illetve, amit kaptam, most én csak egyet kaptam. Egyet kaptam, az pedig egy Steam kulcs, random Steam kulcs. Ez egy Steam-es játék, tessék. Steam-es játék. Na, ez van a dobozban, ennyi minden. Hát, azt kell mondjam, hogy elég sok minden van a dobozban. Tényleg, ha tetszik nektek ez a box, rendeljetek meg, mert amit tervezek a másikban, sokkal kevesebb cucc van. Igaz, hogy csak egy ezres sorsok, de akkor sokkal kevesebb cucc van benne. Szerintem ez nagyon jó pak. Nagyon-nagyon tetszik ez a pak. Tényleg, hogyha nektek tetszik, rendeljetek meg, a leírásban megtaláljátok a linket, ahol meg tudjátok rendelni. Úgyhogy... Na, tényleg jó ez a box. Na, én most elköszönök tőletek, illetve találkozunk, mert még, de nem valamilyen szinten úgy velem, mert még egy videó kikerül máma, de az az új csatira, úgyhogy az új csatira nézzétek meg az új tartalmat. Nézzétek meg, jó lesz. Jó terveztem. Na, akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Skurcsa!